lábak áttornáztatása után rátérhetünk a derék, csípő és a törzs átlazítására. Kis terpezben kezdhetjük csípő és derék körzéssel a gyakorlást. Ismételjük minden irányban. Jól átkörözve a területet. A következő része, ez egy csíkunk alapállást fogunk felvenni, leeresztjük, ellazítjuk a keresztcsontunkat, és végtelen jeleket leírva megpróbáljuk a medencét a csípők között végigjáratni. A végtelen jel egyik irányba, aztán a másik irányba halad. Ez a csípő és a medence kapcsolatát figyeli meg, illetve tudatosítja. Gyakorlatok után lehet rázogatni, és át tudjuk jól örgölni a csípőt, feneket. Derekunkat jól bemelegítjük át, átlazítjuk. A csípőt például tenyérgyökkel érdemes nagyon jól átmozgatni, átdörgölni. Rázogatás jöhet, majd összetesszük a lábainkat, és a kezünknek a kopogtató bütykei elhelyezzük a keresztcsont fölött a derékizmokon. Könyökök hátra vannak húzva, belégzésre lábujjegyre emelkedünk, és megpróbálunk a bütyökkel minél jobban felhúzni a derékizmait. Kilégzésre pedig visszauppanunk. Ismételjük ezt a gyakorlatot 4-5-ször, majd lazítsuk át a derekat, masszírozzuk át a hasat, finoman, körkörös mozdulatokkal mindegyik részét a pocaknak dörgöljük finoman át. Nagyon jót tesz szintén derékvágósoknak. Rázogatás után pedig tegyük fel a kezeinket, és latrinó, tantrikus konstipációs táncából következik egy gyakorlat, amely nagyon jó bármilyen emésztési problémára, és nagyon jó melegséget, tüzet csinál a gyakorlónak. Megemeljük az egyik lábat, és egy pici rugással a has felé közelítjük. Ismételjük a következővel. Közben a kezek tárva, nyitva. Egy széria ebből 30. Tehát csináljuk meg 30-szor, és a következő nap pedig másfél szériát, harmadik nap, amikor már megszoktuk esetleg két szériát, és így tovább. A végső törzs gyakorlatunk pedig az, hogy a törzsizmait nyújtjuk meg finoman, síkban, kilégzésre, belégzésre vissza, megnyúlunk kilégzésre, belégzésre, megnyúlunk, kilégzésre, ellazulunk. Ismételjük ezt is 3-4-szer. Ez a vége a derék, has és törzsizmainak tornája.